folytassuk is elméleti tananyagunkat a boltok helyiségeivel. Első a gazdasági udvar. Általában van ilyen a boltnak. Utána van a gazdasági bejárat. Tehát egy személyzeti bejárat magyarán. Ugye, ami lehet ugye az áru, ugye ott jön be az áru is, meg a személyzet is. És utána ugye vannak különböző raktárak ott a gazdasági bejárat után. Tehát ott hagy hátul. És akkor a legvégén meg ugye az eladótér. Mindjárt lerajzolom. Tehát akkor itt van a kis üzletünk, ebbe a kis kockába. Mondjuk itt van a személyzeti bejárat. Itt van az eladótér. Itt meg ugye maga itt meg ugye maga a raktárrész zöldséggyümölcs raktár, mirelit raktár, hűtő raktárak, meg sima raktárak, de mindegy, akkor elkezdem részletesen sorolni. Tehát akkor kezdtük a gazdasági bejárat, na ugye van a személyzeti bejárat, ugye amit mondtam, ugye a szociális helyiségek, ugye van ott öltöző, WC, étkező is kell, hogy helyet szoruljon itt ebben a kiszolgáló illetve a eladót ért, ami kiszolgálja, ugye, kis raktárhelyiség. Ott ugye kell lennie csomagolóanyag raktárnak, kell lennie göngyöleg raktárnak, ugye így szépen elkülönítve egymástól. Illetve kell lennie a bejárathoz közel egy áruátvételi irodának, egy áruátvételi helynek. Általában a boltvezető is ott alkotózkodik, tehát a személyzeti bejárat közelébe van egy iroda. Vannak ugye szakosított raktárok, ugye van a szárazáru raktár, vannak hűtőkamrák, például tőke, húsnak, baromfinak, tejterméknek, húshűtőnek, van zöldséggyümölcs raktár, illetve van még mirelit hűtő, van még vegyi áru raktár, háztartási papíráru raktár, ugye ott vannak a papír WC papírok, illetve van még külön ital raktár, ahová az alkoholos italokat teszik. Ugye kisebb boltokban ugye a szárazáru raktár része is lehet, ez a ital raktár, de nagy üzletekben mindenképp van e, hátul külön raktárja a alkoholis italoknak. Akkor még kell lennie, ugye felrajzolom, akkor még egy, itt van az eladótér, itt vannak a raktára. Tehát kell lennie még állateledel raktárnak, hiszen nem rakhatjuk egybe a szárazáróval az állateledet, hiszen annak van egy szaga, és az nem jó, hogyha átveszi az élelmiszer. Van az úgynevezett non-food, ezt mindjárt le is írom. Az angolul van egyébként, tehát non-food, tehát nem élelmiszer raktár, ahol vannak különböző vödrök, felmosók, stb. Tehát olyan termékek vannak a non-foodban, amik nem élelmiszerek. Tehát az egy külön raktárban van illetve van még külön a kozmetikai raktár is. Ugye, de néha amúgy kisebb üzleteknél együtt lehet a vegyi ágú raktárral is. Értékesebb termékeket általában azt is elkülönítve tartják a boltok ott hátul, tehát egy külön helyiségbe, ami zárható, és általában a vezető ad ki termékeket, vagy biztonsági őrel őrizteti illetve kell lennie még édességraktárnak. Tehát az édességeket is külön kell gyűjteni. Csoki, műzli, ilyesmiket szintén külön szokták gyűjteni általában. És szerintem nagyjából mindent is elmondtam itt a ami ugye itt a személyzeti bejárathoz közel van. Nézzük is meg akkor a eladó tér, és a raktár közötti helyet, ugye. Itt ugye lehetnek, ugye, előkészítők, mondjuk zöldség előkészítő gyümölcselőkészítő Hát az úgy konkrétan még azért nincs ott az eladó térben, hiszen senki se kíváncsi arra, hogy rothat paradicsomot válogatnak. Tehát az általában hátul szokott lenni itt fele. Hogy ne lássák a vásárlók. Meg ne érezzék a rothadó krumpli, vagy stb. szagot. Ami az eladótér közelébe van, az általában a hús előkészítő. Tehát ott szeletelik fel előttünk a termékeket, az az térben van ott a húspultnál. Illetve sajt előkészítő, az szintén az eladótér van, eladótérnél van, ugye ott a pult mögött ugye látják az emberek is, a, sajt előkít, a sajtelőkészítés, tehát szintén ott az eladó van, hideg konyhai előkészítő, az szintén ott az eladó térben van, PKU előkészítő is van, az is ott az eladó tér környékén helyezkedik el, hogy, hogy tud, így az emberek is ő, látják, illetve annak nem szükséges hátul lennie. Illetve van még grill előkészítő, ott, ahol lehet kapni grill termékeket. Az is egyébként ott a pult mögött szokott lenni, ott a grill pult mögött. Tehát az is az eladó térben van. Akkor most térjünk rá az eladó térre. Tehát konkrétan az eladó beszéljünk most. Tehát az eladótér, ugye vannak pultok, ugye cukrászati termékek, hidegkonyhai termékek, hústermékek. Ugye különböző színjelölésekkel vannak ezek. Mit tudom én, például a sárga színűvel van a baromfi pultja, zöld színűvel van a zöldségosztály például. Tehát ilyen színjelöléseket alkalmaznak a boltokba, illetve ki is van táblázva, vagy zöldség, gyümölcs, hús, hideg konyha, sajt, tehát ilyen nagy feliratokat is alkalmaznak. Biztos megfigyeltétek már ti is a boltokba. Az eladó térben is el vannak helyezve polcok. A polcok tehát egy darab polcot, azt modulnak nevezzük. Tehát modulnak nevezzük, nevezünk egy polcot. Hogyha sok polc van az üzletünkben, ott az eladótérnél, akkor gondolának nevezzük. Tehát gondola. Akkor gondolának hívjuk. Illetve vannak hűtők is, ugye ott az eladótérben van az a fektetett hűtő, amikor Elhúzzuk, és akkor benyúlunk a termékért, ugye lefele. Illetve vannak álló hűtők, amit ugye kinyitunk, és úgy nyúlunk be a termékért. Az álló hűtőnek az a hátránya, hogy oda kevés termék fér fél el. Tehát sűrűen kell töltögetni. A fektetett hűtő, ugye ami fektetve van, ott általában nagyon sok terméket ki lehet helyezni, tehát tehát a raktárból egyszer kell kitölteni sokat, és akkor egy ideig nem kell. De az állóhűtőnél ez nem mondható el, mert ott folyamatosan ellenőrizni kell. A maximum 10-12 termék kifér, aztán többet nem is tudunk az állóhűtőbe betárolni. Itt vannak még promóciós hűtők, például Coca-Cola hűtő, vagy bomba hűtő. Tehát azt maga a gyártó adja ezeket a promóciós hűtőket, ugye a saját terménekének, Általában ezért nem kell fizetni, hiszen közös együttműködéssel e, beszélik meg ezt, hogy a promóciós hűtőt akkor hogy és miként helyezzék ki, meg milyen feltételek szerint. De ez most nem ennek a elméleti résznek a témája, úgyhogy haladjunk tovább. Vannak még ugye a kasszasorok, ugye a pénztár sorok, és illetve a végén meg ott van a kiárat. És nagyjából szerintem így ennyi is lett volna az üzlet helyiségeiből. Úgyhogy szerintem végeztem, úgyhogy további jó tanulást kívánok.